Seit jo Film. Outro. Zolsz társra megbetekintést ad segg életébe. Nehezen lehetne jobb kezdést kitalálni. Bőven ott van a fel első 10 perce mellett. Igen, sokat fogom méregetni a Disneyhez és a Pixarhoz, készülj fel. De még itt se ez a kedvenc jelenetem. Miért, melyik a kedvenc jeleneted? Köszönöm, hogy megkérdezted én furcsa hangon. A kedvenc jeleneten természetesen... Zene, segget rúg, akció, segget rúg, szamár, segget rúg. És itt a legjobb parkvád is, de erre majd kitérünk később. Ja most, spoiler, I guess. Szóval, Fiona csavarját nem szeretem. Pontosabban nem is magával a csavarral van bajom, hanem azzal a bizonyos jelettel, tudjátok, amikor szamárnak elmondja, aztán Shrek félreérti, tudjátok. Jaj, tetőpont előtt szét kell választani a fő karaktereket, hogy majd az egyesülés epipik legyen, klisé, és nem köszönöm, nem kérek belőle. De, hogy ennyit megadjak a filmnek itt a szétválasztásnak, tényleg van értelme, és nem csak a Shrekükből húzták elő, whatever. Másik problémám a vég, ami nem rossz, sőt egész jó, de még így is ez a leggyengébb finálé a filmsorozatból. Mármint ha a három jóság filmet nézzük, ja. A millió! No! She was looking kinda dumb with her finger. Shrek-et azért szeretjük annyira, mert tudunk vele azonosulni. Ez nem tűnhet nagy dolognak, de az internetes kultúrában sajnos vagy nem sajnos az. Hahaha, én is pont ugyanilyen fejt beállok, amikor a tanár kiabál valakivel, de én nem akarok nevetni. Hahaha. De így nagyon a karakterről nem tudok semmi újat mondani. Ja. Egy jól megírt karakter. Next! Szamára a legviccesebb karakter az egész sorozatban, pont. Nem mintha nem lenne vetélytárs ilyen téren, de egy hajszállal mindenki előtt van. Nyilván a humor szubjektív, és így lehet, hogy valakinek sok a szamár. Meg egyébként is nehéz belekezdeni abba, hogy mikor működik egy comic relief karakter, és mikor nem. Tehát ezt nem is fogom megtenni. Ja, és kerekes jobb szamár, mint Eddie Murphy. Boom. Valószínűleg azért gondolom így, mert nekem Eddie Murphy mindig egy kicsit túl sok energiát vitt bele ebbe a szerepbe. Másfelől pedig... kerekes. Csak így kerekes. És nem lehet eldönteni, hogy melyik jobb, Mike Myers vagy Gesztesi. Mindketten teljesen másfelől közelítik meg a szerepet, de ha nagyon választani kell, nem tudom miért kéne, de most éppen kell, akkor mondjuk Gesztesit mondanám, de lehet, hogy csak a kiskori megszokásom beszél belőlem. A többi szinkron színész is okés. Igazából egész jó a szinkron. Egyetlen egy dolog zavar csak. És az nem más, mint az Isten verte szóviccek. Uram, atyám, azok a szóviccek. A következő karakter Fiona, de róla sem tudok igazából újat mondani. A csavar jól megvan oldva, kivéve azt az egy jelenetet. Shrekkel megvan köztük a kémia. És őszintén szólva vicces. Az a Robin Hood-a se lehet, az... Nice. Ja, és összességében talán ebbe a filmbe a legjobb. És végül ott van Farquaad nagy úr, aki... nem egy jó főgonosz. What did you say, nigga? Bad boy, here we go. Nincs azzal bajom, hogy alapvetőleg nevetségesre van kigondolva, mert így legalább rajta is lehet hahotázni. Viszont így igazából nem lehet különösebb fenyegetés, csak a film végéig. És igen, a Shrek 4-jel ellentétben az első Shrekben nem létszükséglet, hogy vérszomjas diktátor, és a történetben jól beleillik Farquaad, viszont mint főgonosz... Na de elég volt a karakterekből, jöjjön az animáció. Csini. Tetszik. A Shrek egy elvezetes családi film, egy hatalmas vígjáték és egy kifinomult dráma, aminek megvannak a hibái, igen, de ezt leszarom, mert ettől függetlenül nagyszerű. Aki nem tudná, a Shreket jelölték az abban az évben induló legjobb animációs film kategóriában az Oscar-díjra, a Szörny RT és a Jimmy Neutron film társaságában, amit meg is nyert. És megérdemli a díjat? Na-na! Bár még nem láttam a csoda gyereket, de... Az animáció nagyon... Általában az emberek azt mondják, hogy ez a leges legjobb Shrek, a többi film a közelébe sem érhet. És erre én azt mondom, hogy... Ja, majdnem elfelejtettem, 7/10. Na, bye! Bye-bye! See you later!